Kedves vendégeink, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a 72. bányásznap tiszteletére rendezett ünnepségünkön. Megkérem Vollár Attilát, a Bakonyi Erőmű RT vezérigazgatóját, mondja el köszöntőjét. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, jó szerencsét mindenkinek. Először is szeretném megköszönni ezt a lehetőséget, hogy köszönthetem Önöket ennek a jeles napnak az emlékére, megtartott bányásznapon. Ez egy nagyon szép hagyomány, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon nagy szeretettel teszek eleget ennek a felkérésnek, mert valahol viszem tovább ugye a bányák és az erőművek integrációja kapcsán ezt a szép hagyományt, és mindenképpen érdemes megemlékezni róla. Ez egy szép hagyomány, vigyük tovább. Ma azokról az emberekről emlékezünk, akik tényleg mutatjuk azt, hogy emberfeletti módon nagyon nagy veszélyek között megteremtették azt a lehetőséget, hogy ez a város, ez egy nagyon szép és jól működő város legyen. Sokan, akik nem kapcsolódtunk a nehéziparhoz, vagy nem ebben a városban, vagy nem ezekben a városokban, településeken éltünk, ezt se tudjuk képzelni, hogy milyen munka volt, milyen nehéz munka volt így ezt végrehajtani. A szénsárba, a vízbe, a nagy hőségbe, a nagy húzatba, tehát a mai ember szinte azt mondja, hogy alkalmatlan munkavégzésre ez a körülmény, ahol dolgoztak a bányászok. Vagy nagy öröm végignézni a kis házakat, végig egy ilyen kis emlékép, vagy kis képeket felvillantani magába az emberben, hogy is élhettek régen, hogy várták haza a családfőt. Hogy azért egy kicsit rettegve, ugye, hogy hát nincs-e baleset, nem volt-e valami probléma. Tehát ugye a megélhetésük az ebben a formában volt. Szóval, hogy érdemes visszagondolni. Érdemes arra visszagondolni, hogy indult el ez az egész 1865 körül, amikor ugye magában a szénmedencében megindult a bányászkodás, hogy gyakorlatilag oda fejlődött, hogy a sok-sok kis apró település összefogott, és gyakorlatilag egy nagyon jól működő, szép ajkát tudott építeni. 63 éves lesz november 1-én a város elnyilvánítás, hiszem ez az évforduló, ha jól emlékszem. Azt gondolom, hogy méltán büszkék lehetnek az itt élők erre a városra. És ugye, mint minden ilyen településnél, legalább egy ember a családból biztos a bányába dolgozott, vagy a bányához kapcsolódó bármilyen társaságnál, és valahol csak kinevelte az összes többi nagy társaságot a bánya. Az üveggyárat, téglagyárat, az erőművet, mondjuk az erőművet, vagy a bauxithoz kapcsolódó dolgokat. Gyakorlatilag azt gondolom, hogy egy nagyon erős mozgatórugó volt. Sokan dolgoztak. Én úgy emlékszem, hogy 6000 körüli létszám is volt azokban az időkben, ahol ezek a vállalatok tudtak foglalkoztatni. De a 80-as években is úgy emlékszem, még a szénosztályozóval 4000-4200 embernek adott munkát. Szóval ez egy elég komoly, nagy munkaadó volt. Persze arra is meg kell emlékezni, hogy történtek tragédiák, itt is történtek. Sajnos 55 bányász veszett oda akkor, ugye, amikor ez a tragédia megtörtént, és összesen több mint 184-en, azt hiszem, akik sajnos életüket vesztették balesetbe, ugye hát egy nagyon-nagyon komoly munkát végezve. És azt gondolom, hogy még egy dolgot mindenképpen kiemelnék, hogy akik lent dolgoztak, azok, hogyha azt mondták, hogy az be van kapcsolva. Tehát, hogy volt bennük erkölcsi tartás, az őszintesség, az egymás iránti felelősség, az egy elengedhetetlen dolog volt. Azt hiszem, ma lehetne ebből tanulni bőven. Szóval, hogy ezek mind-mind egy olyan erkölcsi jó dolgok, amik példaértékűek. A feleségem pedagógus, éppen így idefele beszélgettünk, hogy lehetne ezeknek a fiatal kisgyerekeknek valahogy még közel hozni a bányászatot. És hogy milyen büszkék lehetnek arra, hogy itt van ez a bányászati múzeum. Ez egy gyönyörű hely, nagyon jól összefoglalja és bemutatja ezt a szakmakultúrát.
És hát ugye 1965-ben nyitott, ha jól emlékszem, ugye pont a 100. évfordulóra. És hogy ugye a kincskereső kiskönyvben az már nem menő a tananyagba, hogy ugye a gyerekeket, ha el tudják hozni egy ilyen helyre, mint ez a Bányászati Múzeum, oda lehet nekik adni a kobakot, a lámpát, az eszközöket, megmutatni nekik, sokkal érdekesebb lehet, és lehet, hogy akkor mégiscsak hozzá tudnak kapcsolódni, és el tudják fogadni ezeket a régi dolgokat. Szóval sok mindent lehet jól. Tegnap Oroszlányban voltam a bányásznapon, a 20-as aknánál nyitottak most egy bányászati múzeumot. Szóval, hogy talán lesz itt még mozgás ebben a térben, előveszik ezeket hogy a hagyományokat ápoljuk, mutassuk be az eszközöket. Nem titok, én is szívesen jövök föl sokszor. Néhány hete voltam itt a két főmérnök kollégámmal megnézni bizonyos eszközöket, hogy is oldották meg, mert nekünk valamivel mégiscsak problémánk van, de itt megtaláltuk a megoldást, hogy kell. Szóval ezt lehet használni, és ez a mai életben is egy nagyon jó dolog. Ami fontos még, hogy a hagyományokat, és jó volt előbb beszélgetni, hogy a hagyományőrzés, hogy a hagyományokat próbáljuk megtalálni, azokat a jókat továbbvinni, gyerekeket, fiatalokat meg kell próbálni bevonni, és szépen kell ezekre az dolgokra emlékezni. Úgyhogy magyarul eljöttem, és sajnos, hogy is szokták ezt mondani, egyre kevesebben vannak közöttünk azok, akik valójában megélték azt, hogy milyen volt ott dolgozni. Hát én azt kérem, hogy adják át nekünk, hogy mi is ezt tovább tudjuk adni, mert azt hiszem akkor így fogjuk tudni ezt méltóan továbbvinni. Úgyhogy a mai napra pedig jó beszélgetéseket kívánok, jó sztorizásukat, érezzék jól magukat, és még egyszer nagyon köszönöm, hogy meghívtak. Úgyhogy minden jót kívánok, jó szerencsét!